Sziasztok! Én Horváth András vagyok, és nagyon ritka az, hogy keresem a szavakat, de most ez a helyzet, mert itt van mögöttem egy olyan elektrojet, amit hívhatnánk Cybertrucknek is, és hát látjátok benne a Cybertrucknek a vonalait? És ez már 2014-ben létezett papíron. Ez a jetski, ami természetesen elektromos, hiszen mi más szerepelne a csatornámon, és ráadásul egy magyar startup találta ki, megalkották, itt van mögöttem, működik, és én most csapatni fogok vele, csak kitolom a strandról, mert nem szabad itt jetezni, de bent majd szabad. Fék, van rajta fék. Ha-ha-ha! Hogyha ezt a kart meghúzom, akkor van rajta fék. Na, visszaveszem az állatmódból, ekomódba. Egy kis vonal ekomód, kettő vonal normálmód, három vonal, az meg az állatmód, én abban voltam idáig. És az volt a terv, hogy kijövünk ide a Balaton közepére beszélni, és én fél óra alatt értem ki, nem azért, mert olyan lassan mentem, hanem mert annyira cikcakba jöttem. Mert hogy valami egészen elképesztő ez a cucc. Nagyon nehéz leírni szavakkal, hogy hát egyrészt szerintem a design az, ami így magáért beszél. Biztos lesz, akinek nem fog tetszeni, és azt mondja, hogy ez mennyire nem néz ki jól. Tudom, hogy ízlések és pofonok, és a design az szubjektív dolog, nekem nagyon-nagyon bejön. Sokkal jobban bejön egyébként, mint a Cybertruck, és ez a design egyébként már 2014-ben létezett papíron, és előbb megcsinálták, mint a Cybertruck. Ami szerintem rohadt menő, lehet, hogy Elon Musk ezt koppintotta. Beszéljünk a technikáról. Hát először is ez egy 4 méter hosszú, tulajdonképpen kishajónak számít, de erről majd beszélek később. 4 méter hosszú és 24 kWh-nyi akkumulátor van benne, és egy 62 lóerős villanymotor, ami elsőre kevésnek tűnik, de hogy nem az. Tehát 50-nel tudunk menni, amit a Balatonon bőven-bőven elegendő, és egyébként a Nárke a Balatonra optimalizálta ezt a jetet. És ugye ennek az a lényege, hogy a Balatonon nem lehet se benzines kis motorcsónakkal, kis hajóval közlekedni, se nem lehet benzines jetskivel, tehát hogy ne is hozzatok ide benzines jetet, mert szigorúan tilos, és megbüntetnek érte. És elektromos jettel sem lehet közlekedni a Balatonon, viszont elektromos kis hajóval, és ez annak számít, elektromos kis hajóval viszont lehet. Majd lesz egy másik kis hajó is, ami nem is olyan kicsi, amit a következő epizódban láthatok. Szóval ez egy kis hajónak számít, kell hozzá kishajó vezetői igazolvány, tehát olyan, mint az autós jogsi, csak ez egy kishajós jogsi. Nagyon egyszerű vizsgát tegyétek le, nem nehéz, 14 éves koromban megcsináltam, azt hiszem, nekem azóta van. És az a helyzet, hogy én most egy olyan dolgot csinálhatok, amit szerintem senki más itt a Balatonon jetskizhetek, vagy elektrojetezhetek, vagy cyberjetezhetek, mert én tudom, Magyarországon nem nagyon van más olyan eszköz, amivel most legálisan a Balatonon vagy olyan tavakon jetezhetnénk, ahol szigorúan tilos egyébként benzinüzemű jetekkel közlekedni, vagy akár motorcsónakokkal. Na és akkor beszéljünk a vezetési élményről, mert egészen hihetetlen. Ugye ez a hajótest, ez annak ellenére, hogy szénszálas és kézzel készül, azért az akkumulátor súlya az rendesen ott van, úgyhogy több mint 400 kg. És én azt hittem, hogy majd egy ilyen lomha nagy valami lesz, és majd olyan nehezen fog fordulni, ehhez képest az első olyan izmosabb kanyarnál helyben megfordultam, és akkor néztem, hogy hello, akkor te ilyen kis izmos vagy, és így lehet veled ilyeneket csinálni, és hát az a helyzet, hogy ugyanazt meg lehet vele csinálni, mint bármelyik háromszemélyes jetskivel. Ja, azt mondtam, hogy háromszemélyes, tehát azért ide két lányzó még fölférne. Igen, két lányzó, hát ki más? Marcit nem fogom vinni, meg Attilát, tehát nehogy már. Szóval egészen hihetetlen csapatni vele, nem akar megölni, tehát szerintem azért is jó, hogy 50-nel lehet vele menni, mert az átlagembernek vízen az 50 km/h-nál nagyon nagyot tud ütni a víz, viszont ez nem akar megölni, nem akar felborulni, ilyen nagy hullámokba is belementem, és abszolút nem volt veszélyes, tehát abszolút kontrollálható. A gázadás az nyilván abszolút perfekt, tehát ugye a villanymotornak köszönhetően mindig ott van a nyomaték, tehát hogyha odahúzom neki mondjuk ebbe a kis harmadik csíkocskába, akkor halljátok, hogy azonnal felpörök, tehát hogy nem kell várni, és hát így állat, nagyon durva.
Mondanom sem kell, hogy a kidolgozás az abszolút prémium, de ami egyébként a legjobban tetszik, az a kijelző. Mégpedig azért, mert annyira illik ehhez a Cyberjethez. Mutatja a sebességünket, mutatja az épp aktuális kilowatt teljesítmény fogyasztást, hogy hány kilowattot veszünk ki az elektromos motorból, mutatja, hogy hány százalékon van az aksi, a hőmérséklet, tehát hogy hány fokos a víz, milyen nap van, bejövő hívásokat is tud kezelni, akár a telefonunkról, van hozzá alkalmazás, mutatja a napnyugtát, mutatja a legközelebbi kikötőket, Balatonfüred hány kilométerre van, Siófok, Kenese, és valahogy az egészen azt érzem, hogy rengeteget gondolkoztak rajta, sokan. Egyrészt nincsen zongoralak, hanem nagyon jó minőségű metál fényezések vannak, nagyon jó minőségű gombok vannak, jó érzés bármit megfogni, itt van egy ilyen kis pufi cucc, ezt most vettem észre, hogy mondjuk ne törjük össze magunkat vele, és az egész valami hihetetlen. Ennek megfelelően azért elmondom az árát is, olyan 10 millió forintra kell gondolni, hogyha valaki szeretne egy ilyet. De hát ez egy luxus termék, és teszem hozzá, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez drága, akkor csak halkan mondom, hogy a Herli Livewire motor, elektromos motor, ami ugyanez, csak a aszfalton megyünk vele, az is 12 millió forint. 10 vagy 12 millió, már nem emlékszem pontosan. Ezek most ennyibe kerülnek, viszont az szerintem, aki ezt meg tudja fizetni, azért, hogy a Balatonon tudjon ezzel szórakozni, csónakázni, jetezni, sportolni, átmenni Tihanyba, inni egy pohár bort, aztán ott feltölteni, és utána este visszajönni az apartmanba. Tehát ez itt, ahogy néztem a vitorlásokat, meg azokat az árakat, amik a Balatonon vannak, nem a mi pénztárcánkhoz van, viszont aki ezt meg tudja fizetni, az imádni fogja. Egyrészt ugye nincsen karbantartás. Ja, érdekesség, hogy ugye kérdeztem a nárkésokat, hogy a hűtése hogy van megoldva. Három kör van, van az inverternek egy hűtés, az akkumulátornak és a villanymotornak, és természetesen a vízbű veszi ki a hűtést, tehát maga a Balaton vízével tudja hűteni magát a jet, ami hát nyilván tök előnyös, hiszen nem kell egy külön hűtőrendszert beépíteni, mint például az autókba. Szóval a karbantartása kb. Nulla. Tehát nem kell olajat cserélni, nem kell benzint töltögetni kannából, nem lögybőjük bele a benzint a Balatonba. Ugyanaz, mint az elektromos autóknál, és végre ott tart a technológia, hogy nem is tudom, tehát hogy a 10 évvel ezelőtt valaki erre keresett volna megoldást, hogy a Balatonon jetezni, akkor nem volt. Tehát egyszerűen nem lehet, benzinesen nem lehet menni, benzines motorcsónakkal nem lehet menni, most elért oda a technológia, hogy lehet. Töltési idők, illetve hát hatótáv. Nehéz megmondani, én most 20 percet állatkodtam vele, és 71%-on van az akkumulátor. Én egyébként rosszabbra számítottam, de hát az van, hogy mivel nem húz egyfolytában nyílgázt az ember, hiszen nincs értelme, mert akkor 5 perc alatt átérünk a Balaton túloldalára, hanem az a állatkodás, kicsit pihenünk, kicsit lazulunk, kicsit chillezünk, nézzük az eget, nézzük a csodálatos Badacsonyt a naplementébe. Szóval tök jól bírja. Én azt mondom, hogy ilyen normális használattal, nem tudom, 2-3 órát simán el lehet használgatni, hogyha ilyen ekomódba megyünk vele, mennyit lehet ekomódba elmenni? 10 órát? Tehát bármennyit. Tehát 10 órát itt pötyöghetünk, 10 órát beszélhetnék, de nem fogok. Azért nem fogok sokat beszélni, mert alig várom, hogy még vehessünk vágóképeket és állatkodhassak, abszolút legálisan, mert hogy egészen hihetetlen élmény. De egyébként majd lesz egy másik videó is majd a jövő héten, ami az is. Az se rossz, és annyit elárulok, hogy nehezen tudnék választani a kettő közül, mert hogy mind a kettő másra való. Töltés. Meglepő, de másfél óra alatt fel lehet tölteni, hogyha van 3x16 amperünk, ugyanis van egy beépített inverter, tehát nem kell DC töltő meg semmi, sima AC-ról tudjuk tölteni, és 20-80%-ra másfél óra alatt fel tudjuk lökni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 1-2 órát állatkodunk vele a Balaton közepén, kimegyünk, megkajálunk, és másfél óra múlva újra megtehetjük ezt. Ami szerintem tök jó. Tehát igazából én, amikor jöttem le a kocsival a forgatásra, azon gondolkoztam, hogy fú, hát ez a 24 kWh-s aksi, ez nem elég, de hogy az a helyzet, hogy de. Tehát, hogy nem egész nap fogunk vele menni, ez nem arra való, hogy a Balaton egyik végéből átmenjünk a másik végébe, ez szórakozásra való, vagy arra, hogy kijöjjünk ide mondjuk a barátnőnkkel, és itt nézzük a csodálatos Balatont ebbe a csodálatos időben, ami végre elérkezett így augusztus végén a nyár. Van még
két-három apróság, amit nem mondtam. Az egyik az az, hogy természetesen nem fog megrázni az áram, hiszen egyrészt nem azzal a feszültséggel megy, mint az autók, másrészt elég komoly biztonsági fejlesztések vannak bele, illetve tanúsítványok, aminek tökéletesen megfelel. Nem is mennék ebbe bele, illetve ami még érdekes az az, hogy van egy ilyen kis kulcstartó a nyakamban, mint most be van tűrve a mikroport mellé, de hogy az, hogyha leesek róla, akkor nem egy ilyen zsinort rántunk ki, hanem egy ilyen valamilyen saját frekvencián működő ilyen kis korongot, ami itt van nálunk, és hogyha érzékeli a jet, hogy nem ülünk rajta tulajdonképpen, hanem a vízbe vagyunk, akkor azonnal megáll természetesen. Ezt ugye az elején már mutattam, amikor megérkeztem, hogyha ezt behúzzuk, akkor szépen lefordul a kis hátsó ilyen terrorídom, és akkor lehet hátrafelé is menni vele természetesen, és baromi jó. És azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van erre pénze, az ne egy újabb Rolexet vegyen, hanem inkább ezt, mert hogy ez sokkal nagyobb szórakozás, sokkal egyedibb, és hogyha valaki nem tud várni a Cybertruckra, akkor lehet egy mini Cyberjetje, ami nagyon hasonlít a Cybertruckra, és utána kötve mennyire durván jól néz ki. Elképesztően jól, és most kedves nézőim, én elköszönök, és elmegyek állatkodni, vágóképeket fölvenni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha megnéztétek ezt az epizódot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, a leírásba beteszem majd, hogy hol találtok infokat, egyébként narke.com, és nagyon nagy köszi, hogy vezethettem, köszi srácok, tényleg, nem adom vissza. Köszi a Tiszta Energiáknak, a Rekhoz ZRT-nek, a Superszokónak és a Smartgrisztoknak a támogatásért, meg persze a Patreonosoknak, a YouTube-osoknak is, hogy nektek köszönhetően ezt most vezethetem. És akkor most átteszem hármas módba. Sziasztok! Nagyon vízesek lettetek? Szóval az a helyzet, várjatok, átrakom Echo-ba. Bocs a kamerás hajónak, hogy lespricceltek titeket. Szóval az a helyzet, hogy azért nem fog beszélni, mert alig várom, hogy még vegyünk vágóképeket, és így állatkodhatjak vele. Azért nem fog többet beszélni, mert alig várom, hogy vessünk még